Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi tartja őt fogva? Ezt megtekintjük most ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezen a képen a hármas szám látható, és az utal külső befolyásokra, vagy egy harmadik személyre. Ez lehet jó, ez lehet rossz is. Viszont, ahogy a hölgy a kezében tart kettő kelyhet, az utal rátok, rád és rá, és így folyamodnak az események. Ha ti összetartatok, akkor ebből kialakulhat valami, egy közös tevékenység, vagy egy közös jövő, de ahhoz, hogy ti boldogok legyetek, hogy ez a párkapcsolat kivirágozzon, gyümölcsöt hozzon, mint ahogy a képen láthatóak a gyümölcsök, ehhez az kell, hogy egymásba bízzatok, és figyeljetek oda, hogy ki mit akar tőletek. Ez egy jó hatás, és segít számotokra, vagy valaki így parancsolgat neked, beleavatkozik a dolgokba, és így akadályok vannak, akkor el kell búcsúzni ezektől a kapcsolatoktól. A másik jelentése ennek a kártyának, hogy ez a hölgy téged szimbolizál, és ő gondol rád, tudja azt, hogy te kreatív vagy. Érdekel egy művészi tevékenység, vagy egy spirituális terület, vagy tánc, zene. De ő látja azt is, hogy vannak nálad kapcsolatok, mint például barátnők. És az lehet, hogy ő örül ennek, mert így megvan ez a kapcsolat a barátnőkkel, és egy közös művészi tevékenység, de az is lehet, hogy őt ez zavarja, mert úgy gondolja, te túl sok időt töltesz a szabad időben, ezen a területen, és kevés idő marad rá. A következő kártya utal az ő érzelmeire. Ezen a képen láthatunk egy hölgyet, aki megpróbál erővel mindent megtartani, főleg ami az anyagiakat illeti. Lehet, hogy még van egy társnő vagy egy ex a múltból, aki megpróbál közeledni hozzá őt megtartani, vagy pénzt követel tőle, hiszen itt anyagiakról van szó. A képeknek szimbolikus jelentése is van, és ez a kártya utalhat az ő érzelmeire, az ő tartására, és látható a képen, hogy ő valamit meg akar fogni. A múltat nem tudja elengedni, ezek lehetnek emlékek is, vagy érzelmek, mint például félelmek. De az igazi kincsek nem is a kézben vannak, hanem a kincses ládába. Ott van a kulcs a hölgy ölében, tehát ki tudná nyitni ezt a kincses ládát, ott vannak a valódi értékek, és ezzel a kulccsal, ezzel a nyitottsággal előre mennének az események, mert ez hozna számára szerencsét. De amíg ő fogva tart valamit, mint ahogy a képen látható, ez a hölgy fogva tartja ezt a négy érmét, nem tudja elengedni, akkor hogyan tudná kinyitni ezt a kincses ládát? A keze nem szabad. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled, én is szeretnék valamit mondani. Megvan rá a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint. A személyes jóslások a másik csatornámon jelennek meg, az információkat megtaláljátok ott lent az infoboxban. És most megtekintjük a harmadik kártyát, mit közöl veled. Ezen a képen láthatunk egy fiatal fiút, aki kezében tartja
ezt az arany érmét. Ezt ő meg szeretné tartani, de először úgy nézegeti, mert nem ismeri ki magát itt, tehát ezt meg kell neki ismernie, és pontosan ez, amit ő kimutat. Neki kezébe kell venni olyan dolgokat, ami számára értékes. Itt rólad van szó, te értékes vagy számára. És ez, amit ő szeretne kimutatni, de nem tudja, hogyan fogalmazzon, hogy mondja ezt neked el, mert még olyan bizonytalan, mint ez a fiatal fiú a képen. Ennek a kártyának is van szimbolikus jelentése. Utal a te értékeidre. És visszatérve az első kártyára, ő tudatában van annak, hogy megvan nálad a tehetség, és ezt ki tudnád bontakoztatni. Ez gyümölcsöt hoz számodra, vagy számotokra, hiszen lehet egy közös tevékenység is. És itt a harmadik kártyán látható, hogy ő szeretné közölni veled, hogy megvan a lehetőséged arra, hogy éld a hivatásodat, és ez pénzt hozna számodra. És most megtekintjük a következő kártyát, gyakran mutatja a megoldást. Ezen a képen a halak láthatóak, és szimbolizálják a pénzügyi dolgokat. Úgy látható ennél a kivetésnél, hogy ez áll a középpontban. Valaki követel pénzt tőle, amit ő még fogva szeretne tartani, itt lehet nála veszteség, de lehet nyeremény is, mert megvan a tehetségetek ahhoz, hogy éljétek a hivatásotokat egy művészi területen, egy kreatív munkánál, vagy egy spirituális területen, ami pénzt hoz nektek. Amit még a halak jelentenek, ezek az értékek, a belső értékek is. Te értékes vagy számára, vagy ő értékes számodra, vagy ez a párkapcsolat, ez a szerelem kivirágzik, kibontakozik, mert ez értékes. A halaknál nekem eszembe jut a halak jegye, és ebben a csillagképben kettő hal van, két irány. Az egyik mutatja a félelmeket, a bizonytalanságokat és a veszteséget, a másik irány a bizalom, a hit, és így, mint egy folyó, folyamodnak az események, és a pénz jön a házhoz. Itt van a gazdagság. Nem véletlenül mutatja a statisztika azt, hogy a legtöbb milliómos, és sokan, ahol üzletelnek ilyen bankoknál, és úsznak a pénzben, hogy a statisztika azt mutatja, hogy a legtöbben a halak jegyében születtek, mert itt van a gazdagság elrejtve, de kell az irány, mégpedig az az irány, ami utal a hitre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!